Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőjét, Önök a Hajrá Sopron 2021-es januári utolsó adását látják. Mai adásunkban beszámolunk a Sopron Basket és a Sopron KC élvonalbeli kosárlabda csapataink elmúlt mérkőzéseiről. Ezt követően beszélgetést láthatnak a Superior Team Sopron edzőjével, Rosenmeier Andrással, valamint az Egyesület két versenyzőjével. Adásunk végén pedig tudósítást láthatnak a Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabda csapatának találkozóiról. Jó szórakozást kívánunk! 6. győzelmét is megszerezte az Euroliga 2020-2021-es kiírásában a Sopron Basket, és ezzel veretlenül zárta az alapszakaszt. Gáspár Dávid együttese 84-54-re múlta felül a Basket Landgárdáját. Az első percekben fej-fej mellett haladtak a csapatok, de hamar egyértelművé tette a Sopron, hogy motiváltan és maximális koncentrációval futott ki a pályára. 10-10 után ugyanis az első negyedet 9-1-es sorozattal zárták Gáspár Dávid tanítványai. A 19-11-ről induló második negyed 4 percig 6-8 pont közötti differenciát hozott. Végül 21-15 után mutatta be azt a futást a magyar csapat, amellyel meghatározta a folytatást. 11-0-val 32-15-re léptek el a mieink. A legnagyobb differencia 17 pont volt a felek között. A nagy szünetben 45-28-nál is ez a különbség állt az eredményjelzőn. A harmadik negyedben is lendületben maradt a Sopron. 4 perc telt el, amikor már 12-2-es szériában voltak fegyverneki Zsófiáék, és a hazaiak időt kértek rendezni soraikat. A Sopron 57-30 után sem vett vissza. Átmenetileg pár pontot ugyan faragott hátrányából a Land, de amikor a játékrész végén Gabby Williams triplája célt ért, már 67-42-re mentek a soproniak. Williams megduplázta pontjai számát ebben a 10 percben, és 16 egységnél tartott. Záró szakaszban már nem lehetett kérdés a győztes kiléte. Rendkívül összeszedett, koncentrált teljesítményt láthattunk a Soprontól. Gáspár Dávid igyekezett mindenkinek lehetőséget biztosítani. Varga Alíz és Varga Sára is belekóstolhatott a burzsi torna hangulatába. A mérkőzés hajrájában elérte a 30 pontot az előny. Végül 84-54-es soproni siker született, így 6 győzelemmel veletlenül zárta az alapszakaszt a magyar csapat. Nagyszerű érzés az, hogy 6-0-val sikerült zárnunk az Euroligának a csoportküzdelmeit. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, nagyon keményen és sokat dolgoztunk azért, hogy ezt a sikert elérjük. És ugyancsak nagyon jó érzés arról beszélni, hogy tulajdonképpen most már a Final Four-ba kerülésért játszhatunk. A mai napon jól teljesített a csapat, nagyon örülök annak, hogy a sportakadémistáknak sok lehetőséget sikerült adnunk, és azt gondolom, hogy jól is éltek a lehetőséggel. Bízom benne, hogy a fiatal játékosok és a magyar játékosok fejlődését ezzel sikerült segíteni, úgyhogy még egyszer emelem a kalapom a csapatom előtt, és büszke vagyok rájuk. A Sopron az oda-visszavágó rendszerű negyeddöntőben a B csoport másodikjával, az ugyancsak francia Lyon együttesével csatázik majd a négyes döntőbe jutásért. Sima vereséget szenvedett ugyanakkor a Sopron KC az Alba Fehérvár ellen a férfi élvonalbeli bajnokság 20. fordulójában. A hazaiak már 2 negyed után magabiztos előnyt építettek, a soproniak pedig már nem tudtak visszajönni a meccsbe. Hiába kezdte 4-0-val a mérkőzést az Alba, Elmore egymaga megfordította az állást a Sopron javára. Turner és Curry bontotta a vendégek védelmét, egy újabb jó fehérvári periódussal már 8-al mentek a hazaiak. Sok könnyű kosarat szerzett a festékből Forrai Gábor csapata, miközben a védekezés is rendben volt. Egy kisebb hullámvölgyet leszámítva meggyőző fölénnyel nyerte az első negyedet az Alba. A második felvonást is jobban kezdte a házigazda együttes. Turner ekkor már 10 pontnál járt, és elkezdett mellé fellépni a Vojvoda-Davis duó is. Teljesen felpörgött a Fehérvár, miközben összeomlott az SKC, a különbség pedig már a 30-at is átlépte a nagy szünet előtt. A félidei eredményt végül Werner 2 büntetője állította be. 55-27.
A fordulás után megpróbálkozott a zóna védekezéssel a Sopron, de a tetemes hátrányt nem sikerült csökkenteni. Egy vendég időkérés után jó periódussal beköszönt 30 alá az SKC, de hamar megállította a felzárkózási kísérletet a Fehérvár, amely harmadik periódusban is tovább növelte az előnyét, ekkor 79-48 volt az állás. Kicsit sikerült kozmetikáznia a különbségen a Sopronnak, de érdemi változás már nem történt az utolsó negyedben. Az Albafehérvár az idegenbeli szoros győzelem után hazai pályán is megverte a Sopront, ám ezúttal meggyőző fölénnyel. Az SKC legközelebb a Kecskeméttel játszik szerdán hazai környezetben. Hölgyeim és uraim, bár azt gondolhatnánk, hogy télen szünetel a kerékpározás, de ez korán sincs így, és a télies időjárási viszonyok ellenére is folyamatos az edzés a Superior Team Sopronnál. Itt van velünk Rosemeyer András edző, akit nagy szeretettel köszöntök. Köszönjük szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és bizony egy szerkesztő kollega mondta, hogy jó lenne foglalkozni kerékpárral, téli kerékpározás, és akkor mondtam, hogy hát ne hülyéskedj, hát ha szánkózni kell, nem kerékpározni, de a télies időjárási körülmények ellenére sincs nagyon megállás nálatok, mi újság a klubnál. Hát köszönöm a meghívást. Hát ugye a tavalyi időszak az első tavaszi koronavírus azért egy kicsit megviselt minket, mint ahogy nagyon sok más csapatot is. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szüneteltek az edzések. Utána hál' Istennek sikerült újraindítani. És már több versenyre is ellátogattak a fiatalok, ahol nagyon szépen szerepeltek, tehát több dobogos vagy top 10-ben helyezésünk is lett. És gyakorlatilag most ott tartunk, ugye lezárult az úgymond igazi kerékpáros szezon ugye össze, viszont ősztől tavaszig pedig ugye kezdődik a cross, a cyclocross szezon, ami kifejezetten egy téli szakág. Egyrészt ezt gyakoroljuk, illetve hát az alapozásban vagyunk benne, az alapozó időszakban. Ezt hogy kell elképzelni? Mit jelent az, hogy téli szakág? Hogyan lehet télen versenyezni? Ez a cyclocross, ez hát idestóval már 100 éves múltra tekint vissza, Benelux államokból jön. Ahogy mondtam, ez egy téli szakág, világkupa sorozat van belőle, Európa-bajnokság, világbajnokság, nemzeti bajnokságok, mint ahogy nálunk is. Múlt héten volt éppen Miskolcon az országos bajnokság. Ez gyakorlatilag ősszel elkezdődik, tehát ilyen szeptember-október környékén, és márciusig tart. És milyen helyszíneken? Tehát ott a hóban kell ugyanúgy tekerni? Sokszor hóban, sokszor sárban, különböző technikai elemek vannak. Tehát ez egész az úgy indult, hogy az országúti sok megunták azt, hogyha vége van úgymond a szezonnak, akkor ők nem tudnak edzeni, és akkor kitalálták. Ugye most országútra azért 3-4 órát kimenni minuszokba nem éppen a legkellemesebb. Erre ők kitalálták, hogy jó, akkor ők bemennek erdőbe, elkezdenek kanyarogni, és hát töredék idő alatt, de nagyon jól lefárasztják magukat, nagyon jó edzésbe jönnek. És innen fejlődött ki tulajdonképpen a cyclocross. Úgy kell elképzelni, mint egy országúti kerékpárt, annyi különbsége, hogy vastagabb és kicsit bütykösebb gumival mennek. Hogyan lehet erre készülni? Terepen, mindenképpen, ugye mivel ennek a magyar fordítása az tulajdonképpen terepkerékpár, már a 60-as években rendeztek országos bajnokságokat, szintén az országúti sok, és mi is ugyanezt csináljuk, tehát terepre megyünk. Van néhány technikai elem, amit ilyenkor beszoktak éleszteni a versenyekbe. Az egyik ilyen a homokágy, a másik az a palánk, vagy a dupla palánk, amit szintén lehet gyakorolni, illetve lépcsőn fel szaladás. Általában ezek a legjellemzőbb technikai elemek. És hát a csapatunk az szervezett is egy úgynevezett cross kihívást, amihez közel 80 gyermek csatlakozott az egész országból. Ennek az volt a lényege, hogy 4 héten át, karácsony előtti 4 héten át kaptak különböző feladatokat. Ezeket kellett teljesíteni, videóval elküldeni egy megadott címre, és akkor utána helyezéseket, okleveleket és díjakat kaptak. Milyen versenyek lesznek még a következő időszakban, amin részt vesz a soproni csapat is?
Hát ahogy mondtam, még gyakorlatilag a cyclocross szezon az tart, most hétvégén is lesz egy verseny Székesfehérváron. Úgy tervezzük, hogy február 20-án lesz Törökbálinton egy verseny, amire szeretnénk elmenni. Nagyon remélem, hogy addigra a sportorvosi engedélyek is lezajlanak. Mivel ezeket a versenyeket most különösen csak így lehet látogatni, illetve ezeken részt venni, ezek általában most zárt kapus versenyek, tehát a közönséget nem engedik be a járványra való tekintettel. És viszont márciustól már indul az úgynevezett mountain bike, illetve az országúti szakágnak a szezonja, amiben szintén érdekeltek vagyunk, ez pedig ugye majd tart őszig. Pont erre lettem volna kíváncsi, hogyha áttérünk majd a cyclocross helyett, vagy mellett majd a mountain bike, illetve az országúti szakágra, akkor ott milyen eredményekkel szoktak általában szerepelni a Superior Team versenyzői? Hamarosan egyébként két tehetség is itt lesz, és ők majd elmondják, de az, vagy ha nem is, hogy milyen eredmények, az miben különbözik a mostani cyclocross szakáktól? Hát a mountain bike-nál ugye két fő verseny van, két fő, ha mondhatjuk úgy, hogy szakág, ez ugye az olimpiai cross, ez az XCO, illetve a maraton. Az XCO versenyek általában egy közel 4 kilométeres körpályán zajlanak, és meghatározott számú köröket kell menni a versenyzőknek, szintén technikai elemekkel, tarkított, ugrató, sziklakert, stb. A maraton, ott viszont különböző távok vannak. Tehát a mini távok 16 km környékén, a rövid távok 30 km környékén meghatározott szintemelkedéssel. Ott nyilván kevesebb a technikai elem, de viszont hát bírni kell azt a másfél, esetleg két órás elég kemény tempót, ami ott van. Úgy tervezzük, hogy mindkét szakágban fogunk menni versenyekre. Jelen pillanatban most még a versenynaptár az még egy kicsit képlékeny. Tegnap derült ki éppen, hogy az országos bajnokság, az XCO, az Csömörön lesz. Egy-két maraton időpontot már tudunk, a többit pedig hát várjuk, és akkor folyamatosan próbálunk reagálni. Soproni versenyzők általában milyen eredményekkel szerepelnek? Hát ugye a tavalyi év azért az amennyire rövid volt, meg amennyire ugye megtépázta az egész versenyszezont ez a koronavírus, én azt mondom, hogy nagyon elégedett vagyok, mert igazából az első olyan esztendő volt, hogy versenyeken indultak a gyerekek, és ki tudnám emelni például a kőszegi mini citycrosst, ami kifejezetten gyerekeknek rendezett verseny, ott egy abszolút első helyet hoztunk el a lányok kategóriájában is, a fiúknál is egy abszolút első helyet hoztunk el. Ezen kívül volt még két dobogós helyezésünk. Mosonmagyaróváron volt még egy eliminátor verseny, ahol szintén születtek dobogós eredmények, egy arany, kettő ezüst, és október végén voltunk egy cyclocross versenyen, ahol szintén szépen szerepeltek a gyerekek. Örömmel hallgatom egyébként, hogy hányszor hangzott el a gyerekek szó. Ezek szerint sok-sok fiatal tartozik a Superior Team Sopron kötelékéhez, és nagy hangsúlyt helyeztek az utánpótlásra. Így van. Miként teszitek ezt, és körülbelül hány gyerek tartozik hozzátok? Hát a jelenlegi létszám az 10 fő, ezt szeretnénk nyilván majd még növelni. Az egész Superior családon belül ugye több csapatrégió van országosan. Elsősorban a gyerekekre koncentrálunk, tehát nálunk első helyen az utánpótlás szerepel. Igazából kifejezetten a gyerekekre szabott edzések vannak, illetve az ő testi fejlődésüket nézzük akkor, amikor esetleg különböző csoportokba tesszük őket, legyen ez mondjuk kezdő, legyen esetleg haladó. Ez függ az életkortól, ez függ attól, hogy mennyire ügyes, mennyire érzi maga alatt a kerékpárt. Ez néhány edzés alatt, ez gyakorlatilag elválik. Hány éves kortól és hogyan tudnak jelentkezni a Superior Team Sopronhoz? A kezdőcsoportunk az már 5 éves kortól elérhető, ez körülbelül 8-10 éves korig tart. Nyilván, hogyha valaki ügyesebb, akkor már jöhet a haladókhoz. Most is van két olyan versenyzőnk, aki 10 éves és már a haladók közé jár, a haladók edzéseit látogatja. A haladók nagyjából
azt mondom, hogy 10 és 14 év közötti időszakban haladókat ebbe az időszakban várjuk. Az országúti versenyzőket, akik pedig országúton is szeretnék menni, ezt igazából 10-12 évtől egészen 16-17 éves korig. Ott ugye azért elég fontos az, hogy közúton megyünk, tehát ott azért kell annyira tudni bringázni, hogy tudjunk alkalmazkodni esetleg a váratlan helyzetekhez. De alapvetően a gyermekek felkészítésére koncentrál a Superior Team Sopron, és gondolom én megtalálhatók az elérhetőségek a közösségi médiában és az internetes felületeken, és akárki, aki kedvet érez, évközben is nyugodtan jelentkezhet. Bármikor, így van, folyamatosan. Én sok sikert kívánok a további versenyekhez, és ugye hamarosan két versenyzőtök is itt lesz. Köszönöm szépen Rosenmeier Andrásnak, a Superior Team Sopron edzőjének, és minél sikeresebb eredményeket kívánok, minél jobb eredményeket. Köszönjük szépen. És hölgyeim és uraim, ne menjenek sehova, hiszen hamarosan két fiatal tehetséges kerékpáros lesz a vendég. Már hívom is be őket a stúdióba. Már itt is vagyunk, hölgyeim és uraim, folytatjuk műsorunkat, ahogy ígértem, a Superior Team Sopron két fiatal versenyzőjével, Steiner Beátával és Kasnya Tamással. Szervuszok! Köszönöm nektek is, hogy eljöttetek a stúdióba. Köszönjük. És kezdjük azzal, hogy ti mióta kerékpároztok? Hú, hát én másfél éve kezdtem így versenyszerűen, akkor még nem jártam, de ősztől versenyzek. Tomi? Hát én egy fél éve kattantam rá, azóta ide járok, így elkezdtem komolyabban, azért is bringáztam, de nem komolyan, és hát így csatlakoztam. És Tomit kérdezem, hogy melyik sportágban, vagy a kerékpáros szakágok közötti, melyikben versenyeztek, és miért pont azt választottátok? Hát én nagyon szeretem az ilyen technikás dolgokat. Eredetileg ugratgattam, meg rampákat építettem, ezért én inkább az MTB-t szeretem, de amikor a rossz edzésekre is járok gyakorolni, mert abban is tudok fejlődni. Én is igazából a mountain bike, meg cross versenyeken szoktam indulni, és inkább terepen erdőbe szeretek. Hogyha nézzük ezt a sportot, akkor mennyire nehéz, mennyire szükséges hozzá a technika? Ti mit tapasztaltatok? Hát szerintem igazából a technikai része gyakorlatilag az kicsit többet kell ugye arra edzeni, de igazából nem olyan nehéz szerintem. Tomi? Hát onnantól kezdve, hogy megtanul az ember bringázni, onnantól mindig ott van egy technikai pályánk, mindig egyre nehezebb feladatokat próbálhat ki, és így szépen fel lehet csúszni magasabb szintre, szóval nem úgy kell nekiállni, hogy akkor most készre kell 50 kilométer, vagy mondjuk, ja, igen. Tehát, hogy azért figyelni kell a részletekre, igen, is, a technikai megoldásokra is. És úgy zajlik az edzés, hogy zajlanak az edzések, mit csináltok az edzéseken? Hát van, amikor hosszabbakat tekerünk, ilyen 20-30 kilométereket, de van, amikor elmegyünk egy pályára, és ott mondjuk ugratókat, és ilyen, hát ilyen meredek részeket csinálunk, vagy van, amikor például technikai pályára megyünk, ott szalomozás, kulacsot fölvenni a földről, bringáról, ugratás, első hátsó kerékemelés, azok ilyen technikásabbak, szóval sokféle edzés van. Jók ezek az edzések? Nehezek be? Nem, szerintem egyáltalán nem nehezek. Nyilván van olyan edzés, igen, ami néha nehezebb, meg azért rendesen ki lehet fáradni. De szerintem nehezek. De erőlétileg is bírni kell, ugye? Tehát, hogy azért igen, közben nem tudom, hogy van-e mellette futás vagy egyéb gyakorlat, ezt hogy kell elképzelni? Télen szokott lenni futás, meg spinning lenti. Te még valahogy máshogy készülsz? Erőlétileg, fizikailag? Hát nem, én a futóedzésekre járok, meg hát a bringás edzésekre, a beltériekre nem járok, mivel félünk a Covid-tól. Én ezekre járok. Igen. És hogyha a versenyeket nézzük, akkor milyen versenyeken szerepeltetek eddig, és milyen eredményeket értetek el? Mountain bike verseny, meg crosson. Crosson voltam negyedik, meg ezen a virtuális, ami most rendezett a csapat, azon első, meg mountain bike-on kétszer lettem első.
Igen? Tehát, hogy több érmet is begyűjtöttél már a Superior Team Sopran együttesének. Tomi, hogy van-e a versenyekkel? Hát én az első XCO versenyemen ott harmadik lettem, onnantól ott már az országos októberi cross versenyen, ott már azért, ott már erősebb ellenfelek voltak, ott már csak 18. lettem, és online-on azt hiszem 17. Mi a cél? Milyen eredményeket szeretnétek elérni? Vagy nem is tudom, hogy az eredmények miatt, hanem inkább a sport miatt jártok időt, de biztos hát van cél. Nem a győzelem a lényeg, hanem a részvétel, de azért nekem egy verseny az a cél, hogy dobogós legyek, vagy legalább benne a top 10-ben. És Bea? Hát igazából olyan nem gondolkodtam még azon, hogy nem amit szóval, igazából biciklizni szeretek, szóval annyira ezt szeretem csinálni. De hogyha az eredmények jönnek mellé, az még pluszban az jó. És én megmondom őszintén, hogy így örültem, amikor beszélgettünk itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy ti nem vagytok azok a nyomkodós típusok, inkább a sportot meg a bringázást választjátok. Így, hogyha egyébként a korosztályotoknak ajánlanátok ezt a sportot, akkor mit mondanátok, miért válasszák ezt mondjuk a digitális kütyük helyett? Hát szerintem itt nagyon jól lehet kikapcsolódni, szóval mondjuk tényleg egy edzés után, meg vagy suli után akár, ugye, amikor vannak az edzések, szerintem nagyon jó, meg fejlődni is lehet. Szóval, ha aki szeret biciklizni, vagy csak bármilyen sportot szeretne, annak is ajánlani tudom. Hát én meg igazából a legtöbb gyerek alapból megtanul biciklizni, szóval ez mondjuk nem olyan, mint például a kosárlabdát, ugye tanulni kell, az nem olyan, hogy így jön, milyen a bringa biciklizés, van, aki nem sportszerűen, hanem mondjuk így járműnek használni, és akkor így alapból mindenki tud biciklizni, és így nem a nulláról indulnak az emberek, szóval így ez, szerintem így ez egy jó érv amellett, ez egy jó érv, hogy bringázó sportot válaszák. Milyen a közösség a Superior Team-en belül? Hát, csapattársak? Hát a legtöbb jó fej van, általában elbeszélgetünk, miközben tekerünk, legtöbbször futóedzéseken kerül sor beszélgetésekre. Vannak nyári táborok, itt igazából a fő a szórakozás, itt nem nagyon az erőre hajtunk, itt tekergetünk, igazából hogy szórakozás, és akkor jobban meg lehet ismerni a társakat. Én nagyon szeretem igazából a csapattársakat, szóval tényleg, mintha már a családom lenne néha, úgy érzem. Tényleg, meg lehet őket, meg annyi emberre lehet itt megismerkedni bringázás közben, akár csapattársak, akár nem. Ezt én nagyon szeretem. Azt lehet már tudni, hogy milyen versenyeken indultok idén? Azt vagy még egyelőre, az még egy ilyen képlékeny dolog. Nem tudjuk, mivel hát valami csomószor az van, hogy arra épp teszik az időpontot, vagy lemondják éppen a COVID-19 miatt. Hát nem tudjuk, még nincs meg nagyon a versenytáblázat. Igen, az még kérdéses, pont a járványügyi helyzet miatt, viszont a legfontosabb, hogy jártok edzésekre, közben tekertek az egészséges életmódban előtérve, én nagyon örülök, hogy ezt elmondtátok nekem, és további sok sikert kívánok, és tényleg hajrá, Superior Team Sopron, meg hajrá nektek. Köszönöm szépen Steiner Beátának és Kasnya Tamásnak. Kettős győzelmet aratott a Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabda együttese. A csapat szoros meccsen a DVTK felett diadalmaskodott, majd egy simább találkozón a PTL Peac gárdájánál is jobbnak bizonyultak. Az első mérkőzés nagy rivális Diósgyőr ellen nagyon hullámzó játékot hozott. A mérkőzés elején villámrajtot vettek a soproniak, és 11 pontos előnyre tettek szert. Ezután feltámadtak a borsodiak, és 3 pontra felzárkóztak. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, végül a félidő végére ismét felzárkóztak a diósgyőriek 3 pontra. A harmadik negyed egyértelmű DVTK előnyt mutatott, de a negyedik negyed Tasnál Kristóf kiváló játékával ismét soproni fölényben telt, így sikerült a veretlenséget megőrizve győzelmet aratni 51-43-ra. A csapat második meccsén a PTA Peac volt az ellenfél. Ezen a találkozón a soproni Tigrisek minden játékosa pályára került, és jelentős játékpercet kapott. A szimpatikus és egyre többet fejlődő pécsi csapat az első negyedben még vezetett is, de a rutin a Sopron mellett szólt, így 53-38-ra második győzelmét is megszerezte a Tigrisek kerekesszékes csapata.
Most pedig nézzük a hét sportprogramjait. A Sopron KC szerdán javíthat hazai pályán a Kecskemét ellen, majd szombaton ismét a Novomatic arénában a Deac ellen. A Sopron Basket a remekül sikerült franciaországi buborék után legközelebb február 13-án játszik a csata ellen. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is Sopron Média néven. További jó szórakozást kívánunk, mindent bele, hajrá Sopron!